az óvoda új vezetőjeként köszönhetjük a stúdiónkban. Hosszú út vezetett idáig a tanulmányoktól az intézmény vezető székig. Kicsit elevenítsük fel ezeket a momentumokat. Szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, talán elkezdeném ott, hogy hogyan is kerültem én Pétfürdőre. Biztosan nagyon sokan ismernek, hiszen már gyermekkoromban itt éltem. 1971-ben költöztünk a családommal Pétfürdőre, pontosabban apukám révén, aki az akkori PMTE futballistája volt, és ő kapott egy szerződést, illetve szolgálati lakást, és így költöztünk Pétfürdőre. Aztán ő elhelyezkedett ugye a Péti Nitrogénműveknél elektroműszerészként, édesanyám pedig az irodaházban volt gyors és gépíró. Én itt kezdtem az óvodát, úgyhogy már óvodás koromat is itt töltöttem. És aztán nem sokkal később ide született a testvérem, és hát mondhatom azt, hogy végül is akkor a család az itt telepedett le teljes egészében. Aztán az általános iskolát Várpalotán végeztem, és az iskola elvégzése után jelentkeztem Budapestre az óvónőképző szakközépiskolába, ahol aztán ott is érettségiztem le. 86-ban, és 86. szeptemberében helyezkedtem el az akkori nitrogénes napközi otthonos óvodába, és büszkén mondhatom el, hogy azóta is ott dolgozom. Miután elkezdtem dolgozni, hamar férjhez is mentem, és megszületett a fiam, aki ma már 33 éves felnőtt, most már ő nem él velünk. Aztán sajnos hát úgy alakult az életem, hogy elváltam, egyedül neveltem a fiamat, és akkor jelentkeztem az óvónői főiskolára, levelező tagozatra, és így munka mellett végeztem el Sopronban. Hát mivel egyedül neveltem a fiamat, itt a szüleim azért nagyon sokat segítettek, mert nyilván ez csütörtöktől szombatig tartó képzést jelentett. Nehéz volt ugye egyedül nevelőként és munka mellett elvégezni, de sikerült, úgyhogy 96-ba végeztem az óvónői főiskolán. Aztán úgy alakult, hogy 2000 előtt megismertem az új páromat, akivel aztán házasságot kötöttem, és megszületett a kislányom is. Aztán sajnos bekövetkezett a családunkban egy olyan sajnálatos életesemény, hogy édesapám meghalt, és visszaköltöztünk a szülői házba, édesanyámhoz, és azóta is itt élek. A kislányom megszületése után aztán jelentkeztem a fejlesztőpedagógiai szakra az ELTE-n. Azt 2006-ban végeztem el, tehát akkor szereztem meg a másoddiplomámat, és persze természetesen közben dolgoztam ugyanúgy az óvodába. Aztán 2013-ban, ugye, amikor a pedagógus életpályamodellt bevezették, akkor jelentkeztem a minősítésre, és 2016-ban sikeres minősítési vizsgát tettem, és 2021-ben végeztem el a közoktatás vezetői szakirányú képzést. 2021 tavaszán szereztem meg ezt a diplomát. Miért ezt a hivatást választotta? Volt valamilyen előzménye ennek, hogy ön gyerekekkel szeretne foglalkozni? Én mindig nagyon is szerettem a gyerekeket, és kislánykoromban is rengeteget játszottam óvónéniset vagy tanárnéniset, aztán végül is szerintem az döntötte el a választásomat, hogy melyik irányba menjek, ugyanis a családunkban van óvónő, mégpedig a keresztanyám, aki szintén Budapesten él, és ő sokat bevitt az óvodájába, és betekintést nyerhettem az óvónők igazi munkájába. Én nagyon élveztem ezeket a napokat, és akkor döntöttem el, hogy én biztos, hogy óvónéni leszek.
bár próbáltak erről sokan lebeszélni, főleg az általános iskolai osztályfőnökön, mert ugye akkoriban ez nagyon-nagyon népszerű szakmának számított a lányok körében. Nagyon nagy volt a túljelentkezés, ugye nem sok reményt fűztek hozzá, hogy sikerülni fog, de aztán végül is bekerültem a budapesti képzésre. Tehát valójában akkor általános iskolás lehettem, amikor eldöntöttem, hogy felső tagozatos, amikor én már ezt így biztosra tudtam, hogy csak is óvónéni lehetek. Hogy ezt az intézményt választotta? Tehát volt valami, ami megtetszett benne, vagy kézenfekvő volt, hogy pétfürdői lakosként Pétfürdőn helyezkedik el? Meg se fordult a fejembe, hogy én ne Pétfürdőn helyezkedjek el. Az az igazság, hogy amikor én végeztem a szakközépiskolába, ugye ez a akkori még nitrogénes óvoda, ugye egy nagyon új intézmény volt, akkor még működött a tanácsi óvoda is, de itt a nitrogénes óvodában volt szabad álláshely, úgyhogy ahogy leérettségiztem, akkor egyből jelentkeztem is ide, és akkor még az akkori óvodavezető Kocsis Istvánné fel is vett határozatlan idejű álláshelyre. Úgyhogy szerencsém is volt, mert hely is volt, és nagyon örültem, hogy itt a településen kezdhettem a pályámat. Gyerekekkel foglalkozni azért egy nagyon összetett feladat. Mik a napi kihívások, milyen feladatokkal kell szembenéznie? A pedagógiai munka irányítása, ami számomra a legfontosabb az intézményben. Ez sem sokszor zökkenőmentes, de hála Istennek a kolléganőimmel én azt gondolom, hogy tudunk együttműködni, és elfogadják a tanácsaimat, amiket megbeszélünk, azokat betartják, és tudunk közös dolgokat tervezni. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a helyi sajátosságokat figyelembe véve és a pedagógiai programunkat követve a következetes pedagógiai munkát. Ez mindenképpen ugye mindennapi feladat. Azon kívül pedig a költségvetés keretein belül a gazdálkodási feltételeknek a megszervezése, illetve a személyi, a tárgyi feltételek biztosítása nap mint nap, ez is egy mindennapos feladat, és nagyon fontosnak tartom az együttműködést, a kapcsolattartást, de itt nem csak a kollégákra gondolok, hanem nyilván a szülőkre, a fenntartóra, és hát ugye a munkatársakra. Tehát ezek mindennapos dolgok, amit koordinálni kell, és megoldandó feladat. Viszont mivel óvónőként már itt tevékenykedett ezelőtt is, mielőtt intézményvezető lett, jobban belelátott azért a feladatokba a kollégái is, jobban elfogadják, így, hogy ismerős arcot köszönhetnek az intézményvezetői székben? Én úgy érzem, hogy igen, bár egy kicsit tartottam tőle, hogy mivel ugye nagyon sok-sok évig köztük dolgoztam, hogy mindenkivel tudok-e majd olyan kapcsolatot kialakítani, hogy ne csak úgy, mint munkatárs, de ugye úgy, mint vezető nézzenek rám. De én azt hiszem, igaz, még elég kevés idő telt el, hogy azért ez sikerült úgy alakítani, hogy mindkét részről jó legyen. Nyilván vannak azért kisebb surlódások, problémák, de ezt próbáljuk négy szem közt megbeszélni, ha ilyen előfordul. Én azt hiszem, hogy azért nagy előny volt ez számomra, hogy én csoportban dolgoztam ennyi évig, mert azért csak beleláttam a csoportbeli munkákba és a kollégái munkáját, és azért nagy részben ismertem, és így azokat a hiányosságokat, illetve azokat a dolgokat, amit észrevettem, hogy változtatni kéne, így azért jobban bele tudom építeni a mindennapjainkba, és azokat korrigálni, hogyha szükséges. De én azt gondolom, hogy nagyon együttműködőek a munkatársaim, úgyhogy én szerintem remélem, hogy nem lesz a közeljövőben sem probléma. Gondjuk van, problémájuk, esetleg javaslatuk, akkor önhöz fordulhatnak, és szívesen fogadja ezeket? Megkereséseket? Igen, szívesen, persze. Én mindig azt mondtam, és a tanév elején is azt kértem a kollégáimtól, hogy ha bármi előfordul, amiben nem értenek egyet, vagy probléma adódik, vagy javaslatuk van, akkor bármikor beszéljük meg. Erre mindig időt kell szakítanom, én úgy gondolom. Illetve
Most eddig nem volt szokás, de bevezettünk egy olyat az óvodába, hogy havonta egyszer tartunk egy ilyen közös megbeszélést, nevelőtestületi megbeszélést, nem ilyen értekezleti jelleggel, de egy délutáni órában összejövünk, és az adott havi problémákat, felmerülő kérdéseket megbeszéljük, illetve mindig megtervezzük a következő havi teendőket. És itt az itt is felmerülő problémákat természetesen akkor meg tudjuk beszélni. Az óvoda vezetői pozíciót pályázat útján nyerte el. Milyen végzettség szükséges ehhez, illetve milyen kritériumoknak kellett megfelelni? A pályázat benyújtásához mindenféleképpen a közoktatás vezetői diploma megszerzése kellett, illetve ezen a szakirányon megszerezni a végzettséget, illetve 5 év szakmai múltnak meg kellett lenni, hát ugye én így a 37 évemmel azért bőven belekerültem. A közoktatás vezetői képzés viszont nekem nem volt meg egészen 2020-ig. 2020-ban jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetemnek a közoktatás vezetői karára, és így 2021 tavaszán diplomáztam. Nyilván új tervekkel lát neki az ember egy ilyen komoly feladatnak. Mik a tervek a jövőre nézve? Az elsődleges terveim között szerepel mindenképpen a szakmai munkánknak a fejlesztése. Ezt elsősorban úgy tervezem, hogy olyan továbbképzéseket biztosítok a kollégáim részére, amiből az óvoda is profitálhat. Azon kívül más óvodákkal szeretném felvenni a kapcsolatot. Itt nem feltétlenül csak várpalotai óvodára gondolok, hanem a környező település óvodáira is. Azon kívül a tehetséggondozást azt mindenféleképpen továbbra is támogatnám, és nagyon szeretném a szülőkkel való kapcsolatot egy kicsit fellendíteni, illetve több közös programot szervezni. Itt nem csak a családi kirándulásokra gondolok, ami azért ugye általában meg is valósult, hanem mondjuk egy családi napot, illetve a projektekbe bevonni a szülőket egy kicsit, többet lennénk velük együtt közös programokon, illetve most, ami a legközelebb van hozzánk, szerveztünk egy munka délutánt, hétfő keddi napra, az udvari játékoknak a javítását, festését terveztük, és ebben kértük a szülőknek a segítségét. Az óvodáról is beszéljünk egy kicsit. Mit nyújt az intézmény a gyermekeknek, a szülőknek? Az óvodánk az tulajdonképpen ugye 8 csoportos, 8 csoport működik, 14 óvodapedagógussal, 2 pedagógus asszisztenssel, 1 gyógypedagógiai asszisztenssel, 1 óvodatitkárral, 1 logopédussal, 9 dajkanénivel, és 1 részmunkaidős karbantartóval, illetve jó magammal, ugye egy óvodavezető látja el az óvoda működését. Én azt gondolom, hogy a munkatársak a jó információ áramlással, illetve a jó kommunikációval nagyon jól koordinálhatók. Amit nyújt az óvoda, hát ugye nyilván az alapvető nevelési oktatási feladatokon túl vannak plusz programok, amik most már évek óta működnek az óvodában, és ami jó, azt ugye szeretném is megőrizni. Plusz programokat tudunk ajánlani a gyerekeknek, ilyen például az úszásoktatás, a sakk, a néptánc, a környezeti nevelés, akkor a szivacskézilabda, ami új lesz idén, az a gyermekjóga. És természetesen hát ezekben a külön programokban ugye vannak olyan programok, amik ugye külsős oktatóval folynak, ezek sajnos fizetősek, de felkínáljuk a szülőknek, és aki úgy gondolja, hogy vállalja a kötelezettséget, akkor nyilván van lehetőség a jelentkezésre. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a plusz programokat, mindig elég magas létszámmal működnek. A nagy része az óvodán belül, tehát délelőtt
folynak, viszont van olyan, ami idén például a szivacs kézilabda, azt csak délután tudjuk megvalósítani, mert az oktatónknak annyira sok az óra száma, hogy délelőttbe már nem fér bele, de valószínű, hogy a második fél évben már sikerül ezt is a délelőtti órákra tenni. Említette, hogy projektek is zajlanak, illetve tervez projekteket a digitális jólét programban, illetve az okos óvoda projektben is részt vesznek. Erről néhány szót beszéljünk, illetve hogy tervben még mik vannak. Van egy kolléga, aki a pályázatokat mindig figyeli, és természetesen a lehetőségeket felkínálja a kollégáknak, és akkor ez úgy működik, hogy ugye terjeszti az óvodában, és aki szeretne jelentkezni, illetve pályázni, azokat összegyűjti. Az okos óvoda programban is részt vettünk, saját honlapunk van, most már, ha jól emlékszem, 2 éve, ugye az első év az ingyenes volt, most már folyamatosan működik. Ugye itt megtalálhatják az óvoda fontos dokumentumait, a házi rendet, az a szervezeti működési szabályzatunkat, az alapítványi okiratunkat olvashatják, illetve a csoportokról, a csoportba osztott óvónők, dajkanénik, kik melyik csoportba dolgoznak. Milyen támogatásokra számíthat az intézmény? Ugye tudjuk, hogy van egy alapítványuk is. Hogyha valaki szeretne adakozni vagy segíteni, akkor ezt hogyan teheti meg, illetve pontosan az alapítvány miben nyújt segítséget? Mi a célja a rendeltetése? Az alapítványunk az 2000-ben alakult, az óvoda dolgozói alapították. Ugye az alapítványunknak a nagy része a minden évben megrendezett Mikulás bálnak a bevételéből áll össze, illetve az adóknak az 1%-ával lehet támogatni, illetve idén most az önkormányzat is támogatott minket, mivel a pandémia ugye nem tette lehetővé, hogy a Mikulás bált most már 2 éve nem tudtuk megrendezni, így nem nagyon maradt már az alapítványnak pénze. Végül is az alapítvány ugye abból a célból jött létre, hogy támogassa az egészséges nevelést, a tehetséggondozást, illetve a fejlesztő játékoknak a biztosítását, tehát hátrányos helyzetű gyerekek mozgásfejlesztéséhez, eszközök biztosításához adjon hozzájárulást. Ez az évek során úgy alakult, hogy az utóbbi időszakban az úszást, illetve a vízhez szoktatást tudtuk támogatni, illetve az udvari játékok vásárlását. Az idén pedig az alapítványt támogatta az önkormányzat nem kevés összeggel, és most, mivel szeptemberben már el is indult az úszás tanfolyam, ezt támogatta, mert sajnos hát nem kevés összeget kell most már egy ilyen tanfolyamért fizetni, úgyhogy ezzel tudta ezt a tehetséggondozást támogatni. A gyermekek, illetve a szülők részéről milyen visszajelzések érkeznek a mindennapokkal kapcsolatban, akár a programokkal kapcsolatban, magáról az óvodáról? Most ebben az 1 hónapban, vagy 2 hónapban, amit én éreztem visszajelzéseket, egyelőre mindenre pozitív visszajelzéseket kaptam. Egyedül, ami egy kicsit negatív, de hát ez érthető is, ugye a mostani élethelyzet, amiben élünk. Szerintem senkinek nem könnyű a mostani időszak, és nem is lesz az elkövetkezendő időben. Én azt tapasztaltam, hogy nyilván a fizetős programokra, illetve ugye amihez anyagilag hozzá kell járulni a szülőknek, sokkal megfontoltabbak, és sokkal jobban átgondolják, hogy mire irassák be a gyermekeiket. Ez egy kicsit nehézséget is okoz nekünk a szervezésben, mert ugye minden plusz programot is ugyanúgy le kell szervezni, de nyilván a szülőnek a döntésköre, hogy mit tud támogatni és mit nem. Mi azon leszünk, hogy ezekből a nehézségekből azért a gyermekek az óvodán belül minél kevesebbet érezzenek meg, és jól érezzék magukat. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. A közeljövőben pedig remélem, hogy a szülőkre számíthatunk, ők is számíthatnak rám, és ránk, és nagyon bízom
a pozitív együttműködésben. Amennyiben évközben szeretné valaki átiratni a gyermekét, arra van-e lehetőség, illetve arra esetleg térjünk ki, ha valós alapja van a kérdésnek, hogy van esetleg betöltendő álláshely önöknél most jelenleg, vagy feltöltött a létszám? Most jelenleg feltöltött a létszám. Igaz, hogy két pedagógus asszisztenssel dolgozunk, akik csoportban dolgoznak, viszont ők végzik az óvónői főiskolát, és tavasszal fognak diplomázni, úgyhogy akkor már óvónői státuszba át tudjuk őket tenni. Most azt mondhatom, hogy teljes létszámmal megvagyunk, ami azért a környező óvodákra nem jellemző, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Tehát most betöltendő helyünk nincsen. 200 férőhelyes az óvodánk, ugye 8 csoporttal működünk. Körülbelül most 140 gyerek van bent, illetve szeptember végére 140 főt elérjük, és a tanév végére egy 160 fő lesz. Azt mondhatom, hogy igen, tudunk vidéki gyerekeket fogadni, tehát a környező falvakból, főleg Berhidáról, illetve Várpalotáról az év folyamán is érkezhetnek gyerekek, illetve a településről is. Ugye férőhelyünk van, fel tudjuk őket venni évközben is. Én azt gondolom, hogy most jelenleg ilyen 17-18 fős létszámokkal vagyunk, de mire minden gyermek beérkezik, egy ilyen 21-22 fős létszámok lesznek. Igazából azt gondolom, hogy ez a létszám teljesen megfelel, hogyha azt nézem, hogy egyre több a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelésű igényű gyermek. Ebbe a létszámba ez teljesen belefér. Elég átfogó képet kaptunk akkor az ön munkájáról, illetve a Panelkuckó napközi otthonos óvodáról. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a munkájához további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm.